Budapest 22. kerületében vagyunk egy ingatlannál, ahol nagyjából 20 betyársereg tag gyűlt össze. Mit keres itt a sereg? Hát volt egy megkeresésünk, egy kedves régi barátom megkért, hogy segítsünk, mert a hatóságok elhajtották. Hát az édesapja meghalt neki, és elfoglalták a házát, amit nem tudott birtokba venni. Minden hatóság egymásra mutogatott. Isten igazából segítettünk neki most megoldani a problémát. Természetesen jogkövető magatartással, de mégis határozottan. Egyedül neki volt ide lakcímkártyája, 1/1 tulajdonos volt, vagyis még mindig az. Isten igazából nem tudott itt mit kezdeni a kisebbséggel. Amúgy ismerjük őket már régebbről is, mert Tokajon több önkormányzati lakást elfoglaltak, majd a nevükre játszották, és tudomásunk van két családról is, Tokaj környékéről, akinek a családi házukat elvették. Ebbe segítettünk neki megoldást találni ebbe a kérdésbe, hogy vissza tudja foglalni az ingatlanját. Tehát ennyi. És akkor sikeres volt az akció? Igen. Lehet mondani, hogy sikeres volt. Most egyelőre folyik a zárcsere. Természetesen ki lesz függesztve mindenhol, hogy az ingatlant lezárjuk. Most baráti keretek között kezdődik egy kis csilisbabos buli. Tehát igen, mondhatjuk azt, hogy sikeres volt.